Sziasztok, Dáj vagyok. A mai videóban pedig egy összesítést fogtok hallani a 2022-es évről a 2000 pontos matchplay ranglista szempontjából. Akár csak tavaly, idén is összebeszéltünk Kocá Józsival, és ő elküldött nekem egy összefoglalót a 2022-es évvel kapcsolatban, aminek az adatait a táblázatból gyűjtötte ki. A videó célja, hogy jobban megmutassuk nektek a magyar Metát, megmutassuk a frakcióvezéreket, a magyar játékosokat, illetve hogy arra buzdítsunk mindenkit, hogy járjatok az egyre gyakrabban megrendezésre kerülő éventekre, versenyekre. Ha pedig szervezők vagytok és 2000 pontos versenyt szerveztek, akkor mindenféleképpen javaslom, hogy küldjétek el a versenynek a kiírását, a listákat, illetve az eredményeket is a Józsiéknak, hogy ebben a táblázatban a versenyetek, illetve az ott megjelenő játékosok szerepelni tudjanak, és egész éven át vetélkedhessenek a jobbnál jobb helyezésekért, illetve egy meghívóért a 2023-as gálatornára, ugyanis ha minden jól megy, akkor ez ismét idén is megrendezésre kerül majd. Mielőtt belekezdenénk ebbe az összesítésbe, kettő szolgálati közleményt szeretnék még belezsúfolni ebbe a videóba. Az első az, hogy a az új GT könyv, az Ark of Omen, megkavarta a játékban a pontértékeket, így aztán a hákunk kölcsönözhető, vagy kipróbálható 40 k sereket is át kell írnunk. Ezzel megvárjuk, amíg megjelenik a kiadvány, és valószínűleg amíg a Battle Scribe lefrissül azt is, hogy egyszerűbb legyen kezelni. Úgyhogy a januári szavazása elmarad. Egyelőre marad a Black Templar, az Ork, a Dark Angel, a Necron és a Tyranid sereg, ami kipróbálható a hq de amint kijönnek a végleges adatok, és a Battle is befrissül, akkor ezeket a listákat aktualizálni fogjuk, addig is pedig a Nefilin szerinti listák alapján tudjátok őket kipróbálni. Ez valószínűleg beletelik egy-két hétbe, úgyhogy jó esével februárban lesz majd újabb szavazás arról, hogy milyen új sereg kerüljön be a vitrinbe. Másik ennél sokkal érdekesebb hírünk pedig az, hogy január 28-án szombaton megrendezésre kerül az első LNDH festő workshop, vagy ha úgy tetszik festés oktatás, amit Kollár, Timi és Falusi János fognak vezetni, mint instruktorok. Az esemény 9 óra 30-kor kezdődik és 18 óráig, tehát délután 6 tart. 5 darab helyünk van még rá, a 10 helyből rögtön 5 el is kelt, már amikor kitaláltuk, hogy legyen ilyen. Tehát gyorsan kell jelentkezni, megtaláljátok a kiírást lent a descriptionben, néhány szóban az eseményről, olyan szempontból nem egy klasszikus workshop, hogy arra kérünk mindenkit, hogy ha lehet, küldjön egy fotót arról a figuráról, amit ki szeretne festeni, és nagyjából írja le, hogy milyen színsémával szeretne dolgozni, vagy mondjuk egy fényképet küldjön arról is, hogy hogyan szeretnék körülbelül, hogy a végén kinézzen a figura. Ezek alapján az instruktorok fel fognak készülni, hogy a lehető legtöbb segítséget tudják nyújtani, illetve be tudják mutatni azokat a technikákat, amivel a kívánt hatás vagy a kívánt eredmény az a lehető legkönnyebben elérhető. Azonban, mivel nem mindenkinek van figurája, vagy lehet, hogy csak valaki szeretne alaptechnikákat tanulni, ezért a HQ mindenkinek biztosít figurát is, hogyha az szükséges, tehát nem kell saját figurát hozni. Ha nem hozol, akkor egy Space Marine Intercessor és egy Stormcast, talán Eternal, egy ilyen gyalogos Stormcast figura közül választhatsz. Ezt meg tudod kapni, ki tudod festeni az instruktoroknak a segítségével, és utána haza is tudod vinni. A kiírásban szerepel, hogy mit kell, hogy magatokkal hozzatok, illetve természetesen az is, hogy hová kell elküldenetek az információkat és a fényképeket ha valami esetleg nincs abból, amit hozni kell, akkor annyira azért ne ijedjél meg, mert igyekszünk úgy készülni, hogy mindenből legyen nálunk tartalék. Tehát minden, ami a workshophoz kell, az a hq elérhető lesz. Azonban, mivel tíz embernek ezt nagy valószínűséggel nem tudjuk biztosítani, az a kérésünk, hogy mindenki hozzon magával azt, ami a kiírásban szerepel. De ha éppen neked nincs olyanod, vagy valami ebből hiányzik, akkor nem kell megijedni. Fel leszünk készülve arra, hogy kisegítsük azokat, akik esetleg egy-két dolgot nem hoztak. Meglátjuk, hogy ez a fajta esemény mennyire lesz sikeres, ilyet mi még nem tartottunk a hq -n. amennyiben lesz rá érdeklődés. Bizonyos szinten van, mert a helyeknek a fele azelőtt elkelt, mint hogy a kírás kikerült volna publikusra. Akkor a jövőben is igyekszünk majd még hasonló workshopokat tartani, hogy ne csak a játékot, hanem kicsit a művészkedést, kicsit a festést is ki tudjátok próbálni és el tudjátok sajátítani. És akkor most lássuk a statisztikákat, amihez ismét szeretném megköszönni Józsinak a segítségét, hiszen az adatoknak a döntő többségét ehhez ő szolgáltatta, és a videó azért tud elkészülni, mert ezeket átküldte nekem. Kezdjük egy kis összehasonlítással, ahol csak jó hírekkel tudok szolgálni. 2021-ben 741 mérkőzés volt összesen regisztrálva a táblázatban, bár ez nem egy egész év, mert a lista az március környékén indult el, de ettől függetlenül a 2022-es 1731 darab játék az biztos, hogy szignifikánsan több ennél, és nem azért, mert három hónappal kevesebb van benne, hanem mert sokkal több verseny és azáltal sokkal több regisztrált játék folyt az országban, ami egy nagyon-nagyon jó hír. Játékos szám szempontjából is hasonlóan állunk: 2021-ben 79 regisztrált olyan játékos volt, akiről ez a táblázat tudomást szerzett. 2022-ben ez a szám már 129, tehát kevés hiány megduplázódtak a versenyre járó játékosoknak a számai, és ezzel együtt az is látszik, hogy nem csak olyan játékosok csatlakoznak, akik egy-egy versenyt kipróbálnak, aztán utána haladnak is tovább, hanem olyanok is, akik rendszeresen járnak versenyre, ugyanis a legalább 12 darab mérkőzést elértek száma, tavaly 22 fő volt, idén ez már 48-ra nőtt tehát a versenyek népszerűsége úgy tűnik, hogy növekszik, és egyre több olyan játékos van, aki szeret versenyekre járni, ott jól érzi magát, és ezért vissza-vissza amikor ideje is kedve engedi. A top 5 játékos is változott. 2021-ben az első helyen Csordás Gábor állt, második Mátyus Dávid, harmadik Körösi Péter, negyedik Ivány Rihárd, ötödik pedig Kocán József, Ugyanez 2022-ben első helyezett Mátyus Dávid, második helyezett Császár Máté, harmadik helyezett Pusztai Ádám, negyedik helyezett Körösi Péter, az ötödik helyen nincs változás, ismét Kocán Józsi lett az ötödik a táblázatban. Azt tudható volt, hogy a 2022-es évben két táblázat futott párhuzamosan, az egyik egy rankett táblázat volt, a másik pedig a szokásos Excel tábla. Ez 2023-ban változni fog, csak az Excel tábla lesz vezetve, hogyha felmentek a alul a descriptionben is megtalálható linken, már láthatjátok, hogy a 2023-as lista kidolgozásra került, illetve van egy 22-23-as lista is, ami az előző év adatai alapján megy majd tovább. Tehát lesz egy csak 23-ra vonatkozó lista, és egy 22-23-ra vonatkozó lista is. Egyébként a táblázathoz találtok egy súgót az első munkalapon, amit érdemes elolvasni, ugyanis ott pontosan leírják a Józsiek, hogy mi alapján számolnak, mit számolnak, mik azok az információk, amik a táblázatból kinyerhetőek, illetve hogy milyen eredmények tartoznak bele a táblázatba. Idén is, ahogyan tavaly, minden egyes olyan verseny, amiről a táblázat készítői tudnak, és megfelel a kritériumoknak, rögzítésre kerül, rögzítésre kerülnek majd a listák, és rögzítésre kerülnek majd az eredmények is. Így aztán a táblázatból meg lehet tudni, hogy hol, kik és milyen eredménnyel játszanak vagy játszottak. Egyrészt jó azért, mert a versenyekről tudtok tájékozódni, másrészt jó azért, mert a listákról is tudtok tájékozódni, hogy a magyarországi top playerek milyen listákkal játszanak, illetve arról is tudtok tájékozódni, hogy kik a magyarországi toplérek. Kellő ügyesség, szerencse és kitartás segítségével pedig akár a saját neveiteket is viszont láthatjátok ebben a táblázatban akár mint top player is. Kanyarodjunk vissza kicsit az előző évhez, nézzük meg, hogy hogyan alakultak a versenyek. A Hammer Time Caféban megrendezésre került 11 darab, 2000 pontos verseny plusz a Gála torna. Egy kétnapos verseny volt, a nél a Fönixnél 2, 2000 pontos verseny került megrendezésre, a Red Wolf is két versenyt rendezett, amiből az egyik egy 40 fős torna volt, Pécset három versenyt rendeztek, amiből az egyik csapatverseny volt, Győrben volt egy verseny, Balatonbogláron volt három, a tuanban volt egy, Pergőtűzből kettő is volt, ebbe a listába ugye a páros nem került be, hanem csak a kétnapos, a szólóverseny, és Levi is rendezett három darab Maros Hammert, aminek a pontszáma elég magas volt ahhoz, hogy ebbe a táblázatba bekerüljön, hiszen ő kispontos versenyeket is rendezett. Ezen kívül a táblázatba külön súlyozással bekerülnek még a nemzetközi versenyek is, ezek természetesen csak olyan szempontból, hogy a magyar indulók milyen eredményt érnek el. Tehát, hogyha nemzetközi versenyre mész és ott jól szerepelsz, akkor a magyar ranglistába is szépen felfelé fogsz kapaszkodni. És most térjünk át a frakció vezérekre, hiszen egy nagyon fontos és érdekes újítása a táblázatnak, jó, emlékszem, ez már tavaly is volt, csak nem volt ennyire kilészletezve, hogy egy-egy seregnek kik a legeredményesebb hadvezérei, évekre lebontva, és úgynevezett örökös legjobb hadvezéreket is nyilván tart a táblázat. Ahogy láttuk, a profi játékosok között ez nagyon népszerű, és nagyon szeretnek egymással versengeni, hogy ki melyik frakciónak tudja elhódítani akár az éves, akár az örökös bajnoki címét. Hogy esélyed legyen frakció vezérnek lenni, legalább 12 meccset kell játszanod versenyen az adott frakcióval, és természetesen a legjobb vírétet elérni vele. Ez kell ahhoz, hogy az éves frakcióvezérte legyél. Ha pedig az örökös frakcióvezér címre pályázol, akkor bizony évenként kell játszanod 12 meccset, tehát ez 2023-ban már legalább 36 játékot jelent, és így kell elérned a legjobb győzelmi százalékot az adott frakcióval. Ez alapján pedig pillancsunk rá egy kicsit, hogy hogy is állnak most a seregek, és kik a legjobb hadvezérek az adott seregekkel. Adott a vagy csatanővérek kifejezetten profi nővérjátékosok országa vagyunk, de még közülük is messze kiemelkedik Mátyus Dávid Tyutyú, aki mind a 21-es, mind a 22-es évben ennek a frakciónak a bajnoka, és az örökös ranglistát is ő vezeti ezzel a frakcióval. 41 mérkőzést játszott vele eddig versenyen, és egészen elképesztő 83,2%-os vinrétje van. Úgyhogy mindenkinek good luck, aki megkapja a tyutyút nővérekkel a kezében bármilyen versenyen, hogyha el tudja páholni esetleg, akkor egy igencsak elit klubba nyer belépőt. Castodes császári testőrség 22-ben Sipos Zoltán lett a Castodes bajnoka, a Gála sikerült beelőznie Csordás Gábort, aki viszont az örökös bajnoka a Castodesnek jelenleg, 53 mérkőzéssel és 69 százalékos vinréttel. Adeptus Mechanicus játékosokból nem állunk jól, úgyhogy a, a Edmek játékosok hajrá menjetek versenye. Tudom, hogy most kicsit gyengélkedett a frakció, de szerintem az Arx of már sokkal jobb lesz az új pontértékekkel, meg a kor katafronokkal. 21-es bajnok Pintér Patrik, 61% viréte 22-ben nem volt bajnok, és Patrik sem játszott annyit, hogy örökös bajnoknak mondhassa magát, mert nincs annyi csatája ezzel a frakcióval. Aldari vagy Eldar frakció örökös bajnoki és 2022-es bajnoki címénél egy ismerős név jön szembe, Mátyus Dávid tyutyu. ugyanis a 21-es bajnoktól, aki Marlok Tamás, Tyutyú a 22-es gálán, mivel ugye Eldával indult, elorozta az örökös bajnoki címet, így aztán nem csak az Adaptasolitásznak, de az Eldárnak is jelenleg ő a bajnoka. Astra Militárumban 2022-ben Halhai Gergő volt, aki bajnoknak bizonyult, de még nincs annyi mérkőzése, hogy az örökös bajnoki címet is magának ponthassa, mert csak 15 fordulót játszott 22-ben ezzel a sereggel. Káosz démonok. Itt egyértelműen Olá Balázs a 22-es bajnok. 20 fordulót játszotta a csapattal, közel 60%-os minréttel neki külön gratulálunk azért, mert amennyire én tudom, nem túl régóta van a hobbiban, és lám ügyes játékkal, bár Patrik nagyon megszorongatta, aki bár a démonra tért át, de Balázs kivívta a 2022-es bajnoki címet, és mindössze négy sem maradt el attól, hogy az örökös bajnoki címet is vigye. Idén már ehhez hozzá kell csapni még 12-t, úgyhogy hajrá Balázs, nyomás a versenyeken ügyesen. Chaos Space marine egyértelműen a Csasi, aki külhomból visszatérve nekronok után most aztán teljesen berobbant a Chaos Space marine ekkel 17 darab fordult játszott 2022-ben ezzel a frakcióval, és 91%-os virrétet ért el, úgyhogy a tyútyú nővéreihez hasonlóan itt is lehet egy picit megijedni, hogyha a csasi szembe jön egy Chaos Space Marine sereggel mert a statisztikák alapján valószínűleg nem te leszel a befutó, de pont ezért kell benne kerülni abba a 9%-ba, amikor megveszít. Chaos -ok, nagyon sokáig nagyon kevesen játszottak ezzel a frakcióval, 22-ben nagyon népszerű lett, és itt is öldöklő küzdelem alakult ki Rab Kristóf és Szakás Tamás között a 2022-es bajnoki címért és végül is Kristófnak sikerült 42% vinréttel beelőznie Tamást, akinek 40% a vírétje a frakcióval. Mind a ketten hozták ugyanis azt a meccszámot, ami ahhoz kell, hogy bajnokok legyenek. Ebnél a frakciónál örökös bajnok nincs, úgyhogy itt is bele kell húzni, hogy, hogy valaki elérje azt a 36 mérkőzést, ami az örökös bajnoki címhez 23-ban már szükséges. Dedgard elképesztően népszerű frakció idehaza, a 21-es bajnok Ivánka Levente volt, őt sikerült most beelőznie Puszta Ádámnak, aki a frakcióhoz képest szintén elképesztő 81%-os vírréttel rendelkezik. Az örökös bajnok is jelenleg Puszta Ádám, 78% vírréttel és 27 lejátszott fordulóval. Drukarik, vagy Dark sötételfek sötét Elfek, egyértelműen Blasovski Botonnak a csapata, legalábbis a 2022-es évben biztos. 57%-os vinrét a bajnok, és az örökös bajnoki címet is 36 csatával őt tartja, 64%-os vinréttel, úgyhogy Botonnak már most megvan az a mennyiségű csatája, ami alapján, hogyha egy darabot nem játszik ebben az évben a Dark Eldákkal, akkor is esélye van arra, hogy megtarthatja az örökös bajnoki címét. De hajrá Dark Eldá játékosok, tessék a Botontól elorozni ezt a szép titulust. Jeans Stiller szintén nem túl népszerű frakciónak mondható hazánkban, de ez Ubrecki András nagyon hűségesen és hatalmas lendülettel torja a frakciót, 22-ben 18 játékot játszott, és szerintem, vagy legalábbis számomra meglepő módon 56% vírétet ért el, ami a Gene kártnak az előző évi gyengélkedéséhez képest szerintem nagyon szép eredmény. Neki is még jó pár csatát le kell viszont játszani ahhoz, hogy örökös bajnoknak mondhassa magát Jeans ugyanis ez a titulus egyelőre még üres. Grey szintén egy mostanában népszerűvé váló frakció, vagy inkább azt mondanám, hogy kevés olyan játékos van, aki hosszú ideig megmarad a Grey inkább sokat játszanak vele, inkább sokan játszanak vele, mint sokat. 22-ben Földes Péter Gomez lett a Grey -ok Knightok bajnoka, bármennyire is Imperial Knight játékos, hiszen ő volt az egyetlen szerintem, aki 15 mérkőzést is játszott, 15 fordulót is játszott Grey knight -okkal. És ha már emlegettük Gomez, nézzük az Imperial knight -okat. Itt az összes létező rovadban Gomez neve szerepel, 21-ben is ő volt a knight -ok bajnoka, 22-ben is ő volt a knight -ok bajnoka, és az örökös bajnoki cím is jelenleg az övé. 41 darab csatát játszott eddig knight -okkal. Elképesztően szereti ezt a frakciót, és bár a vinrétje nem kimagasló, de szépen megfigyelhető a fejlődés, ugyanis míg 21-ben egy 8%-os vírétet sikerült produkálnia, addig 22-ben már egy 45%-os vinrét jött neki össze, tehát Peti nem csak lelkes, hanem nagyon szorgalmasan tanulja is és gyakorolja ezt a frakciót, aminek meg is van az eredménye még úgy is megvan az eredménye, hogy azért Cségé megkörnyékezte ezt a frakciót, elég rendesen ebben az évben, nagyon sokat nájtozott, de még így sem sikerült a, a gomez letaszítani a trónról. Harlekinek itt is szembe jön a már unalomig ismert Mátyus Dávid neve, is, bár örökös bajnoka a még nincs, de Tjutyú 2022-ben abszolút elhódította az éves bajnoki címet a bohócokkal, 14 mérkőzést játszott velük, és 92 százalékos vinrétje van. Ezzel egyébként a Harlekin frakció Magyarországon a legnagyobb vinréttel rendelkező frakció. Ez nyilván nagyon köszönhető, hogy úgy a tehetségének is, de persze egy eléggé erős, legalábbis mostanáig egy eléggé erős kódexről is van szó. Örökös bajnok nincs, úgyhogy Harlekin játékosok hajrá, lehet küzdeni, lehet nyomulni, lehet rengeteg meccset farmolni vele. Necronok, ismét egy már elhangzott név 2022-ben Császár Máté Csaszi, másik frakciója a Chaos Space Marine mellett, 14 fordulót játszott vele, itt egy picit gyengébb a mérlege, hiszen csak 71%-ot ment, ami azért így is baromi jó. Örökös Necron bajnok jelenleg nincs, ugye 21-ben Kocán Józsi volt, 18 meccsel és 56%-kal a bajnok, Úgyhogy nekron játékosok is nagy erőkkel küzdhetnek még az Örökös frakció vezércímért. Egyébként elég sok nekron játékos van Magyarországon. Orkok, Sikter Csabi birodalma, itt egyértelműen ő a 21-es, a 22-es és az Örökös bajnok is. Csaba imádja az orkokat, szerintem csak velük játszik. Úgyhogy teljesen megérdemelten viszi három bajnoki címet. Bár 2022-ben Orosz Dani 20 játékot játszott, tehát többet, mint amennyit a Csabinak sikerült, de a vinrétje nem érte el egy picit alacsonyabb volt, 35%-os volt Csaba, Csaba 44%-ához képest. Úgyhogy van már, aki szorongatja, van már, aki szorongatja Csabát de még mindig stabilan ő a legtöbbet játszó orkjátékos Magyarországon. Nézzük át picit a marinokat, most szétszedve és nem egyben. Black Templárok 2022-ben Dobrocsigábor 15 mérkőzést játszott velük, töretlenül tolta őket, úgyhogy el is hódította az éves címet, örökös bajnoka a Black Templároknak nincs. Blood Angels, érdekes módon, bár én találkoztam Blood Angel-lel nem egyen, nem kettővel versenyeken, és viszonylag sok, hát azt nem mondanám, de van azért jó pár Blood Angel játékos, vagy jó pár olyan játékos, aki Blood Angel-t is játszik, de sem 21-ben, sem 22-ben nem volt olyan, aki 12 mérkőzést elért volna velük, úgyhogy jelenleg uh, vacant ez a poszt is, tehát üres és elhódításra vár. Sem 21-es, sem 22-es, sem pedig örökös Blood Angel bajnok nincsen jelenleg az országban. Dark Angel, itt uh, Lukács Zoli volt 21-ben a bajnok, 12 mérkőzéssel, őt taszította le a trónról 22-ben pusztai Robi, aki 24-et ment a Dark angel nagyon nagy mennyiségű meccset játszott velük, 50% virrét, ami egy marin sereghez az elmúlt évben szerintem jónak mondható, sőt kifejezetten jónak mondható, mert maga a frakció az ilyen 40 alján stagnál jelenleg, most nyilván majd változik minden a Arkofó mennel, illetve a Robinak a nagy hajrázása az elég volt arra is, hogy ezzel a 24 darab mérkőzéssel jelenleg ő a Dark angel örökös bajnoka, úgyhogy ebben a frakcióban abszolút ő az egyed uralkodó jelenleg. Imperial Fist, hát a Kanáriknál ne, nem kell kimondanom azt a nevet se, hiszen mindenki tudja, természetesen Szlovák Csaba az, aki rendíthetetlen lelkesedéssel és hűséggel tolja a fiszteket, 21-ben is ő a bajnok, 22-ben is ő a bajnok, és az örökös bajnoka is a fiszteknek ő. 54 fordulót játszott eddig velük, és ez alatt egy 48%-os virétet sikerült elérnie, ami szintén szerintem nagyon jónak mondható, hiszen a fisztek jelenleg sokkal gyengébbek, mint ez a 48%, egy jó 10-15%-kal gyengébben teljesítenek, úgyhogy a Csabán is látszik, hogy nagyon szereti ezt a frakciót, és próbálja belőle a legtöbbet kihozni, és mivel rengeteget gyakorol, ezért ennek az eredménye is megvan. Iron Hands, Space marine -nek. Itt szintén változás történt, 21-ben Korsos Novák Péter volt az Iron hands bajnoka, 22-vel Bodnár Viktor letaszította őt a trónjáról. Jelenleg örökös bajnoka az Iron nincs. Szalamanderek, túl sok Aktivitás 22-ben nem volt, 21-ben végberákos volt a bajnok, de sem 22-es, sem örökös bajnok a Magyarországon a szalamendereknek jelenleg nincs. Space Wolf -ok is nagyon, a Space Wolfok -ok is nagyon stagnáltak, szegénykék 22-ben, 21-ben a Blasovsky balázs vitte őket 62%-kal, ami nagyon szép, és ő az örökös bajnok is 30 fordulóval, 60% víréttel, 22-ben nem nagyon hordták a Wolfokat versenyre vagy legalábbis a 12 csatát nem érte el velük senki. Ultramarinok, ennél a frakciónál, ami az Imperial Fisteknek a szlovák Csaba, az az Ultramarinoknak a Takács András, ugyanis ő is elképesztő lelkesedéssel és rendületlenül a Space Marine korszak alkonyán is tolja az Ultramarinokat, 21-ben is ő a bajnok, 22-ben is ment 12 csatát, úgyhogy ismét ő lett a bajnok a frakciónak, és az örökös listát is vezeti 30 mérkőzéssel. Értelemszerűen a vinrétje egy kicsit szerényebb, Vájtszkárok, -ok. Cségének nagy kedvence volt régebben, gondolom a sereg még most is megvan, 21-ben ő volt a bajnok, 22-ben nem őket futtatta, más Vájtszkár játékos pedig nem igazán van idehaza, az örökös bajnoki cím is Csordás Gáboré, 40 fordulóval, 57% vinréttel viszi ezt a frakciót. És most nézzük Magyarország leginkább játszott frakcióját, ami meglepő módon nem más, mint a TAU, ugyanis a táblázat ezzel a frakcióval regisztrálta a legtöbb csatát, 139 darab játékot, ennél csak az összesített marin játékos szám több, ami 196 egyébként. Itt aztán öldöklő küzdelem van a frakció bajnoki címért. Alapesetben én mindig azt mondanám, hogy a TAU akkor Duci Max, 21-ben ő is volt a bajnok, azonban 22-ben egy feltörekvő titán, Szőke Buda elorozta tőle ezt a címet, egy picikét sikerült jobb vinrétet elérnie, mint a Duci Maxnak, Rátkai Gergőnek. Egyébként minimális a különbség kettőjük között, ha jól emlékszem, akkor 58% a Szőke Budáé és 52% a Duci Maxé. Természetesen a, a Rátkai gergő ettől függetlenül az örökös címet nem lehet elvenni, ugyanis 84 darab tau csatája van, ami egészen elképesztően magas szám. Ő, ő, a, ő azért a felelős elsősorban, és majdnem egy személyben, hogy a tauval van a legtöbb regisztrált játék. Megmerem kockáztatni, hogy ő az a játékos, akinek egy frakcióval a legtöbb csatája van Magyarországon. Tehát ezt a 84 csatát szerintem senki nem tudja überelni. Senkinek nincs egy frakcióval több csatája, mint a Duci Maxnak Tau-val. Thousand Sun, ismét egy már említett név, 2022-ben a Thousand Sun bajnok a puszta Jádám, 15 fordulóval, és hát ha eddig a 90-esekre azt mondtam, hogy elképesztő, akkor ez ilyen szuper-hiper elképesztő 100%-os Tehát amikor Ádám idén Thousand Sunnal állt a rajtvonalra, akkor egész egyszerűen nem kapott ki senkitől semmikor. Azonban ahhoz nem elég, hogy az örökös bajnok is ő legyen, ugyanis nincs meg hozzá a megfelelő mennyiségű megyszám. Meglátjuk, hogy Ádám a jövőben szeretné -e még a tázon szanokat tolni, illetve hogy tudja majd ugyanilyen ügyesen tolni, mint ahogy a 2022-es évben tette. Tiranidák, kedvenc kis gyíkbogaraim, 2021-ben nem volt Tiranida bajnok, 2022-es Tiranida bajnok Ács Ferenc, akinek 12 mérkőzése és 83%-os vinrétje van. Az örökös bajnok Tiranida pedig egy dolmány István nevű szerencsétlen, aki, teszem azt, pont én vagyok, ugyanis sikerült elérnem a 24 mérkőzést a Tiranidával, de, mint a Gála tornán is kiderült, simán verhető vagyok a frakcióval, úgyhogy hajrá minden Tiranida játékos, csak el kell érni a 24 meccset, és le kell körözni az én 67%-os vinrétemet, ami a Tiranidával eddig talán nem volt nagyon nehéz, mostantól az Arxofogmen után szerintem már elég nehéz lesz. És ezzel a végére is értünk a frakciótáblázat elemzésének. A táblázatban találtuk egy 2022-es statisztika zárójár archív munkafüzetet, amiben látjátok a 2022-es adatokat, illetve egy statisztika folyamatos munkafüzet is, amiben az összes 2021 óta lejátszott és a táblázat által regisztrált 2000 pontos meccsnek az adatát láthatjátok. Itt benne van, hogy ki mivel játszott, mikor milyen eredményen játszott, melyik frakció hogyan viselkedett, kinek volt jó vírétje, stb. stb. Még talán annyit tegyünk hozzá az összesítéshez, hogy mint azt említettem, a legtöbb játékot a TAU frakció produkálta 2022-ben. Második az Eldar frakció volt, 129 darab játékkal, harmadik pedig a Dead Guard, 128 játékkal, úgyhogy ez a három a leginkább Magyarországon játszott frakció, nem játékos szempontból, hanem lejátszott játék szempontból, egyébként abból 14 játékos van, Eldából 11, Dead Guardból pedig 18. Ezt a három frakciót mindösszesen az összesített marin játék mennyiség tudja megverni, ami 196 játék, de ebben ugye benne van az összes saját uh, rendelkező Marin is, tehát a Dark angel is, a Space wolf -ok is, a Blood Angel, stb. stb. Ha úgy vesszük, akkor a teljes Marin a legnépszerűbb, vagy a legtöbbet játszott Rooster. Ha pedig frakciókra bontjuk, akkor a Tau, az Eldar és a Dead Guard. Az Excel a 2023-as évben is folyamatosan frissülni fog, belekerülnek a versenyek, és a statisztikák is frissülnek. A vezetésében annyi változás történt, hogy Bodnár Viktor, akinek Kocá Józsi átadta úgymond a stafétát, is szerkeszti már a táblázatot, és aki szeretne esetleg ebben a munkában segíteni, az nála jelentkezzen. Ha jól tudom, a Cségé továbbra is szintén dolgozik a táblázaton. Mindenkit továbbra is arra bíztatnék, hogy ha versenyt szervez, akkor vegye fel a Viktorral a kapcsolatot, hogy bekerüljön a táblázatba a versenye. És a játékosai, teljesen világosan látszódik, hogy 2021-22-re a magyar versenykörnyezet, a versenykultúra hatalmasat fejlődött, és ennek egyértelműen az alappillére ez a táblázat, meg a gálatorna, meg hogy nagyobb versenyek vannak, meg hogy több verseny van, stb. stb. De úgy érzem, hogy a gerince az abszolút ez a táblázat, hiszen itt regisztrálva van minden, látunk mindent, a versenyek összeállnak egy nagy egész magyar bajnoksággá, és nem külön kis működnek. A játékosok látják az eredményeiket, aki, csak, aki akár csak egy versenyre is elmegy, már bekerül ebbe, és, és tudja a saját fejlődését, tudja a saját eredményeit szépen monitorozni. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy még sokáig velünk lesz ez a táblázat, és továbbra is vezetve lesz. A ranked táblázat, mint említettem, megszűnik, egyedül az Excel tábla lesz vezetve, illetve ha jól gondolom, akkor az éremtáblázat is továbbra is vezetve lesz, amiről eddig nem volt szó, de ide bekerül mindenki, aki bármilyen versenyen sikeresen érmet szerez, tehát első, második vagy harmadik helyen érbe, be, úgyhogy ezek, a, ezek az adatok továbbra is gyűlnek, vezetve vannak és szolgálják a versenykultúra további fejlődését, amihez gratulálok a készítőinek. Nagyjából ennyi lett volna ez a videó, remélem sikerült egy összesítőbb képet adni arról is, hogy hogy is nézett ki a tavalyi év a számok tükrében, és kik a legtoppabb, legpengébb játékosok Magyarországon. Mára megköszönöm a figyelmeteket, sziasztok!